közel egy hete beszélgettünk utoljára. Mi változott azóta a csapat házatáján? Ugye megvolt az első edzőmérkőzésünk Szolnokon. Sok próbajátékostól elköszöntünk, de viszont még érkeznek folyamatosan, hiszen a fiatalokra szükség van, hogy a legjobbakat ki tudjuk választani. Szombaton az első felkészülési találkozón Szolnokon az első félidőben a korábbi balmazújvárosi játékosok kaptak szerepet, a második félidőben főként a próbajátékosok, illetve az új játékosaink léptek pályára, és ekkor jöttek meg a gólok. Hogyan tetszett az ő játékuk? Nem a gólokon van a hangsúly, hanem a játékon, meg azon az edzésmunkán, amit elvégeztünk. Én mindig is vallottam, hogy az edzőmérkőzéseknek az eredménye nem számít, hanem az ott mutatott játék és az alázat, hiszen olyan időszakban vagyunk, ahol oda kell tegyék magukat a játékosok, és az akarat erő a legfontosabb. Annak örülünk, hogy jó eredmény volt, hiszen az mindig azért segít a csapatnak a edzéseken. Nagyon jó benyomást keltettek a fiatalok, hiszen megmutatták tényleg, hogy nem véletlenül vannak itt, és nem véletlenül pont ők vannak itt, és úgy utazhattunk el, hogy bizonyították, hogy a jövőben lehet rájuk számítani, és ezzel igenis nehéz fejfájást okoztak nekünk, hogy ki legyen az a pár fiatal, akit le fogunk igazolni. A sok fizikai edzés közepette, milyen taktikával küldte pályára a játékosokat? Hát az alaptaktikánk az nem változott, ugye tavaly be volt gyakorolva, ugye, több játékszituáció, azokat raktuk fel erre a mérkőzésre is, és a fiatalokkal, meg az új játékosokkal ezt gyakoroltuk be, hiszen egy edzést szántunk erre a mérkőzésre. Amit hangsúlyozom, ugye most annak az időszakát éljük, hogy fizikálisan rendben legyünk majd a bajnokságra. A taktikai edzések mikor lépnek életbe? Hát már az edzőtáborban is, hiszen ott már csak a szűk keret lesz, akivel a jövőre is foglalkozunk, és ugye ott van értelme a taktikai dolgokat begyakorolni. Még amíg itt próbajátékosok vannak, addig sokan is vagyunk ehhez, meg amint mondtam már, tehát nem az a hangsúly még ebben a hétben. Mikor és hol lesz az edzőtábor? Tatárra utazunk vasárnap, és 6 napot töltünk, hiszen pénteken este jövünk haza, és ugye szombaton itt Balmazújvárosban lesz az egyetlen hazai edzőmérkőzésünk a Nyíregyháza Spartacus ellen. Tatán lesz edzőmérkőzés, sikerült ellenfelet szerezni? Igen, a Szlovákiában indul a bajnokság, a spócsapat pedig nem vállalta, mert már le voltak kötvenek az edzőmérkőzésre. Két edzőmérkőzés játszunk szerdán, egyet a Budaörs ellen 16 órától, 18 órától pedig a harmadik kerület ellen. A Budaörs szintén MB2-es csapat lesz, ott már szerezhetünk előtapasztalatot ellenük, hiszen ellenük még egyszer sem játszottunk. Hát ott inkább azon van a hangsúly, hogy 90 percet kapjon minden játékos, és ott bizonyítsa be a 90 perc alatt, hogy ő kezdőként akar pályára lépni az utolsó edzőmérkőzéseken. Pénteken újabb edzőmérkőzés játszik a csapat, még a tatai edzőtábor előtt, a Metalist Harkiv ellen. Hol lesz az a találkozó, illetve hát azért ez egy Európa Ligás csapat? Igen, Ungvárra utazunk, ugye reméljük a határon gyorsan át tudunk kelni. Ennek a mérkőzésnek inkább a tapasztalati oldala lesz, valamint az, hogy egy Európa Ligában szereplő játékosokkal tudunk megmérkőzni, és meg tudjuk nézni, hogy tényleg annyira messze van tőlünk ez az európai elit. Az biztos, hogy nagyon nagy élmény lesz. A fiúk mondjuk máshogy lesznek a 90 perc alatt, más fognak mondani, én úgy gondolom, de megmutatjuk azt, hogy nem véletlenül minket kértek fel erre az edzőmérkőzésre. Ott kik fognak pályára lépni, a próbázók, vagy esetleg már össze fog addigra állni egy alapcsapat a fejben? Hát egy alapcsapat, oda kevesebben utazunk, tehát oda 17-18 játékos utazik el, hogy igenis már ott ez az egyetlen edzőmérkőzés, ahol inkább azok a játékosok kapnak szerepet, akikre eddig is szerepet kaptak, valamint akik már meggyőztek minket. Alig több mint 3 hét van az első bajnoki mérkőzésig. Mi lesz még addig a menetrend az edzőtábort követően? Mi edzőtáborba hazajönk, és akkor utána már beállunk a bajnoki ritmusra. Tehát ott már tényleg a bajnokságra fogunk készülni, a taktikai elemekkel, olyan dolgokkal, ami az első bajnoki sikeresen tudjuk megvívni. Valamint ugye ott a fő próbát a szlovák Lokomotív Kassa ellen tartjuk, ami egy igazán értékmérő mérkőzés lesz, hogy állunk a bajnokságra. Most szerdán délelőtt kik azok a játékosok, akik biztos, hogy Balmazújváros színeiben fognak szerepelni? Ugye 3 új kapusunk van, a Horváth László Szigetszent Miklósról, Szécsi Gergő, aki már volt Balmazújvárosban, ugye a Loki kötelékéből, ő Kisvárdán védett legutoljára, Gazsi Tamás a Kispest Akadémiából érkezett, Bakos Bence már ugye játszott itt Balmazújvárosban, ő felsőtárkányban volt az elmúlt fél évben,
Hatházi Dávid Cigándról érkezett, ő tagja volt annak az NB3-os válogatottnak, a magyar amatőr válogatottnak, amelynek én voltam a kapitánya, úgyhogy ő azért került ide, valamint Kormos László Ceglédről támadóként, mint Fekete Ádám Sziget-Szent Miklósról is támadóként, ugye mögöttük NB1-es múlt is van, mind a kettőjük mögött, valamint Zsiga Ervin, ő egy erdélyi magyar származású játékos, aki szerepelt a román első osztályban a Vaszlújban, valamint a több NB2-es román csapatban. Valamint a Loki fiataljai közül, ugye Karikás Norbi, Sándor Tamás és Varga Kevin már biztos, hogy tagjai lesznek a csapatnak. A 8 idegen légiós mellett távozott még a csapattól a Szalma Pál is. Ő miért hagyta el a csapatot? Ugye Pali 4 évet húzott le itt a Balmazújvárosi csapatba. Ugye nagyon sokat köszönhet neki a Balmazújvárosi labdarúgás csapatkapitányként is, valamint meghatározó játékosként és kapusként. Nagyon sokat segített, hogy a Balmazújváros hosszú éveken át NB2-be szerepeljen. Ő neki úgy hozta az élet, hogy ő máshol fogja folytatni a pályafutását és az életét is. Télen az idegen légiósok azért érkeztek Balmazújvárosra, hogy bent tartsák a csapatot. Ez sikerült is elérni, illetve egy ugródeszkának tekintették ezt az együttest. Ugye Radosevicről már tudtuk, hogy a DVSC-hez igazolt, a napokban pedig kiderült, hogy Ante Baterelő a Haladás játékosa volt. Ennyire meghatározóak voltak a játékosok? Én úgy gondolom, hogy a csapat tartotta benn magát, és az idegen légiósok alkalmazkodtak a csapathoz. Volt, aki tudott hozzátenni, volt, aki nem tudott hozzátenni. A Bozsidár Radosevic, ugye én úgy gondolom, hogy az NB1-be is az egyik legjobb kapus lesz. Lehet, hogy még az elején nem fog a Lokiba a kezdő kapusként szerepelni, de biztos vagyok benne, hogy hosszú távon ő lesz Magyarország egyik legjobb kapusa. Ante Baterello pedig ugye a legértékesebb játékosa volt a keretnek, hiszen a Transfermarkt, ugye aki meghatározza a európai labdarúgásban a játékosok értékét, 550 ezer euró tagsája az árát, amit több, mint nagyon sok csapatnál az összjátékos állomány. Ő egy olyan annyit tett hozzá a Balmazújváros labdarúgásához, hogy annyival tartoztunk mind a kettőjüknek, hogy segítettünk, hogy próbajátékon tudjanak részt venni az NB1-es klubokba, és már az ő érdemük, hogy ők ott megfeleltek. De hangsúlyozom, tehát nem ő miattuk maradtunk bent, hanem ők is hozzátették magukat, maguk részét.